Évtizedek óta működik Székesfehérváron a Heros állatotthon. Székesfehérvár polgármestere ma látogatást tett itt a telephelyen. Az esti mérlegben erről lesz szó. Tartsanak velünk! Az önkormányzat és a Heros állatotthon között régóta van együttműködés. Cserbalkovics András polgármester a menhelyet bejárta és megismerte az ott élő állatokat, az épületek állapotát. A találkozón azt is felmérte Mészáros Attila alpolgármesterrel közösen, hogy milyen segítségre van szüksége az állatotthonnak. Egy nagyon szép környezetben, látszik, hogy abszolút szakmai kezekben és elkötelezett embereknek a gondozásában élnek itt az állatok. Úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy biztonságban és még egyszer szakmailag azt gondolom, hogy nagyon megalapozott munka folyik. Úgy gondolom, ez nagyon-nagyon fontos. A környezet az nagyon nyugodt, tehát kicsit úgy érezhetni munkat, mint nem is egy városban lennénk, hanem kint lennénk abszolút a természetben, és szerintem ez az állatok számára biztos, hogy egy nagyon jó környezetet tud biztosítani. Nagyon érdekes volt látni ezt a sok állatot, és hát azt gondolom, hogy természetesen itt is van most már egy régi együttműködés a Heros és az önkormányzat között, és talán itt egy ilyen helyszínű bejárás után könnyebb majd arról is beszélni, hogy mire van szüksége a Herosnak, és miben tud a város segítséget nyújtani, legyen az egy fajta szakmai háttér további erősítésében, vagy akár különböző olyan fejlesztésekben, ami szükséges ahhoz, hogy a menhely akár bővülni tudjon, akár feladatokat tekintve több dolgot tudjon ellátni. Az mindenképpen itt egy nagy érték, nagy előny, hogy itt az egy nagyon komoly szakmai tapasztalat, múlt van már a csapat mögött, másrészt pedig, hogy a környezeten túl, itt helyben egyébként rögtön az állatorvos is gondozásba veheti, akár a műtétek szintjén is az állatot nem kell elvinni máshol, nem kell ennek a stressznek is kitenni. Én úgy gondolom, hogy ez például nagyon nagy előny, és ezt el is mondták a szakemberek, hogy ők ezt a mindennapokban is így érzik. Úgyhogy nagyon hasznos volt ez a bejárás, hogy mind a három menhelyen jártunk az elmúlt hetekben, most mind a háromról van tapasztalat, és az a célunk, hogy ebből egy összesítés készül, ezt be fogjuk terjeszteni a közgyűlés elé, és hol milyen jellegű támogatásra van szükség, megvizsgáljuk, hogy abban milyen szerepet tud vállalni az önkormányzat. De azt ezúton is azon, hogy fontos hozzátenni, hogy egyrészt nagyon komoly szakmai elkötelezettséget tapasztalunk, másrészt viszont a civil háttér, támogatói háttér az azon nagyon fontos. Legyen az egy önkéntes, legyen az, aki adott esetben valamilyen ételadománnyal, vagy éppen pénzzel tudja ezeket a helyeket segíteni, támogatni. Azt gondolom, hogy érdemes, jó helyre fog érkezni ez a támogatás, jó célra fog érkezni a támogatás, és jó célra is lesz felhasználva a támogatás. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy akinek van lehetősége segíteni, azt tegye meg. Minden kutya barátságos, aki itt a Heros állatotthonban él, de nem minden kutya szeret együtt lakni egy lakótárssal. Bizony vannak olyan kutyák, akik külön kis kennelbe kerültek. Minden napunk azzal kezdődik, hogy először is megnézzük az állományt, hogy minden rendben van-e, és aztán ezzel egy időben meg is etetünk, mert hogy a kutyáknak ugyan nincsen órájuk, de pontosan tudják, hogy mennyi az idő, és ezt nagyon igénylik meg a cicák, és várják, hogy megkapják ugye az ellátást. Ezzel együtt ugye itatás, utána a takarítás, 15 épületünk van, ezeket az épületeket, mindegyiket ki kell takarítani minden nap. Ugye vannak karantén épületeink, amelyeknél pedig a fertőtlenítéssel együtti takarítás, az tényleg hát egy lételeme annak, hogy minden rendben legyen. És aztán a dolgozóknak nagyon sokrétű a feladata, hiszen rendben kell tartani magát a területet, figyelni kell az állatokra, jön az állatorvos, akkor zajlik betegkezelés, vannak olyan napok, amikor kijelölünk műtéti napokat, akkor mennek a műtétek, és igyekszünk úgy alakítani a munkánkat, mivel minden nap 2-től 4-ig vagyunk nyitva, hogy addigra legalább legyen egy olyan dolgozó, aki tudja fogadni a vendégeket. Hát ilyenkor azért sokszor türelemre van szükség, mert ugye egy ember nem biztos, hogy mindenkit egyszerre el tud látni. Amit néha nem szoktak megérteni az emberek, hogy az állatokkal nem csak ezek a munkák járnak, hanem nagyon fontos az adminisztráció. Tehát itt nagyon pontosan tudni kell minden állatot beazonosítani, kivel mi történt,
megvan-e már az oltása, nincs meg az oltása, honnét származik, stb. Tehát amikor érkezik egy állat, akkor ő neki a bevétele az nem csak annyiból áll, hogy ide hozza az ember és a kezünkbe nyomja. Itt nagyon fontos információkat próbálunk elkérni az emberektől, de amikor a behozó elmegy, nekünk még utána is van jelentős papírmunkánk, és ugyanez a kiadás, ott nyilván ott mi mindent tudunk az állatról, de hát ezt át is kell adnunk a leendő gazdának, oltási könyvvel és egyebekkel együtt, és amikor az örökbefogadó elmegy, nekünk még mindig van papírmunkánk. Tehát ezek mind nagyon lényeges részét képezik a munkának, és hát emellett pedig ugye vannak látogatói csoportok, szervezünk itt az állatotthonban programokat, tehát nem unatkozunk. Mennyi munkatársa, mennyi önkéntessel dolgozik az állatotthon? Hát alapvetően heten vagyunk, de nem mindenki 8 órás alkalmazott. Ez egy nagyon nagy problémánk, hogy nincs annyi emberünk, mint amennyire valójában szükség lenne, mert hogy 8 órás emberekre lenne, tehát igazából 2-3 emberrel lehetne úgy ellátni a feladatokat, hogy akkor nem gond a szabadság, nem gond a betegség és egyebek, de azt gondolom, hogy hát a civil szervezetek hasonló problémákkal küzdenek. Ezen kívül az a szerencsénk, hogy önkéntesünk viszont tényleg rengeteg van, de az önkéntesek azért nem hétközben tudnak jönni, tehát hétközben a dolgozók azért eléggé egyedül vannak. Az önkéntesek hétvégén tudnak segíteni a munkaidejükön túl, a családjuk mellett, de azt mondhatom, hogy egy fixen van legalább egy 50-60 emberünk, akikre számíthatunk különböző programok kapcsán. És a vasárnapi séták, amik nagyon népszerűek, ott pedig néha akár nagyobb létszámban is kijönnek emberek. Ugye ahhoz is kell egy alap önkéntes, aki már megfelelő tapasztalattal rendelkezik, őt hívjuk a sétaszervezőnek. Ha ez megvan, akkor van séta, és akkor igazából bármennyi emberrel elbírnak. Mi akkor ülünk a legjobban, hogyha ezeken a délutánokon, mondjuk az összes kennelben lévő kutyust ki tudjuk vinni, ami azért hát legalább 15 kennel, szóval nem kis létszámról van szó. De az önkénteseknek nagyon sokat köszönhetünk, mert amire már a dolgozónak adott esetben nem jut ideje, abban ők azért nagyon hatékonyan besegítenek. Milyen rövid idő alatt tudnak kikerülni innen családhoz, gondozóhoz, vagy hát ilyen, tehát állattartóhoz az állatok? Ugye itt nem szabad arról elfeledkezni, hogy ezeknek az állatoknak az előélete nem ismert, és ezeknek az állatoknak a nagy része az semmilyen oltással sem rendelkezik. Ugye a törvényi előírás szerint a karantén az 14 nap, de nálunk azért van egy szigorú oltási rend. Ugye ez macskánál azt jelenti, hogy ők veszettség és kombinált oltást kapnak, a kutyáknál pedig két kombinált, és úgy kapják a veszettséget. Tehát például egy kölyök kutya, akit nem lehet egyszerre oltani, csak mindig csak egy-egy oltást kaphat, annál eleve az alapoltás az 6-7. És az állatokat ivartalanítva adjuk ki 6 hónapos kor fölött, tehát ezt is meg kell várni. Tehát néha maga a karanténidő is akár 2 hónapra is elhúzódhat. És aztán van, amelyik állat gyakorlatilag a kikerülés után nagyon hamar gazdásodik, van, amelyik meg itt van hónapokat, olyan is előfordul, hogy éveket. Előbb-utóbb mindenkinek meg lesz a gazdája, mi ebben hiszünk, hiszen pont most évelején például az egyik legrégebbi kutyánk, a Ronaldo gazd is adott, ő konkrétan több mint 3 évet volt már nálunk, és 11 évesen találtunk neki gazdit, csak hát ezt ki kell várni, ezt az időt mindig az állatoknál. Mindig arra törekszünk, hogy az állatok tényleg a lehetőségekhez képest egészségesek legyenek. Tehát az oltásokat féregtelenítést megkapják, az ivartalanítás megtörténik. Hogyha látjuk az állaton bármilyen lét annak, hogy valami gond van vele, akkor nem adjuk ki. Még így is előfordulhat az, hogy a hazavitel, a helyváltozás, a tápláléknak a megváltozása okoz náluk, hogy olyan stresszt, hogy esetleg az új helyen megjelennek nála tünetek, de azért nagyon odafigyelünk arra, hogy az átegészségügyi protokollt ezt mindig betartjuk. Most hány kutya és hány macska él itt ezen a telephelyen? 110 a kutya létszámunk és 51 a macska, de ez ugye állandóan változik, mert sőt ez az 51, ez már biztos, hogy változott, mert láttam, hogy közben elvittek egy cicát, de úgy láttam, hogy hoztak is, meg közben 5 kölyök is érkezett, kölyök kutya, tehát ez ilyen állandó mozgásban van. Hogy veszi észre, mennyire kellendőek ez az itt tartott kutyák, állatok, macskák, mennyire jönnek ide inkább állatot választani maguknak a családok, mint mondjuk vásárolni máshonnan? Szerencsére nagyon pozitív irányú változásokat is lehet tapasztalni az állattartás területén. Tényleg nagyon sokan gondolják már úgy, hogy menhelyről fogadnak örökbe, mert ugye hát van ez a szép szlogen, hogy ezzel két életet mentenek meg, hiszen örökbe fogadják az adott állatot, és ezáltal felszabadul egy hely egy másik állatnak. Erre már nagyon sokan tudatosan törekszenek.
és mi ezt nem is győzzük eleget hangsúlyozni, hogy szaporítótól semmi szín alatt ne vegyenek. Ha valakinél olcsó kutya van, az biztos, hogy az utána hosszú távon nagyon drága lesz, és hát azt gondolom, hogy azért erre egyre jobban odafigyelnek az emberek, de nyilván itt is szükség van arra, hogy tudatos állattartók legyenek, illetve ahol még tapasztalunk változást, az az, hogy hogyan foglalkoznak, mennyi időt töltenek az állattal. Tehát most már azért az embereknek a nagy része felismeri azt, hogy az állatnak nem csak ennivalóra van szüksége, hanem az állatnak az emberrel, a gazdával eltöltött időre is szüksége van, hogy foglalkozni is kell vele, hogy tanítani kell, nem csak úgy el van. Nyilván megvannak az ellenpéldák is, de én azt gondolom, hogy ezen a téren azért tapasztalható javulás. Ez a kutyus itt Igor, másfél éves ivartalanított kankutya, akkor már egyszer elvitt egy család, aztán visszahozott, mert eléggé szökös, de nagyon-nagyon barátságos, úgyhogy bárkinek a figyelmébe ajánlom. Nagyon nyugalom itt a macskaházban, 20 fölötti azoknak a macskáknak a száma, akik itt élnek, nagyon szeretnek itt lenni, de biztosan jobban szeretnének már egy családnál tölteni egy-egy napot, egy-egy éjszakát, sőt, akár egy egész életet. Miért lenne szükség még itt a Herosz Állatotthont tekintve? Hát az egyik, ahogy mondtam, az ugye az a dolgozói létszám, itt azért hiányunk van, és az egyesületnek az erejét már meghaladja, hiszen jelenleg a mostani alkalmazottaknak a bérét és a járulékait az egyesület teljesen saját erőből próbálja kigazdálkodni. A másik az az, hogy igazából minden egyes befolyó adományt, támogatást az állatokra fordítjuk, az élelmezésükre, az állategészségügyre, stb. És amire tulajdonképpen sosincs pénzünk, az az épületeknek az állaga, a megőrzés, a felújítás. Hát ugye tisztában volt az a polgármester úr, hogy felújításra utoljára 2002-ben kaptunk támogatást, és az a kennelsor, ami akkor fel lett újítva, hát az bizony most már azért erősen amortizálódott, az idő is, meg az állatok is tudnak azért ezen a téren ténykedni. Most nyertünk pályázatot, most a szennyvízcsatornákat például ki tudjuk cserélni, tehát azért minden lehetőséget igyekszünk megragadni, de itt ezen a téren, mivel, ahogy elmondtam az elején, 15 épületünk van, ez így nagyon nehéz. A másik igazából az az, hogy amit mi látunk, hogy hiába lett kötelező kutyáknál a csipezés, sajnos nagyon, mondjuk azt, hogy lazán veszik a kedves kutyatartók ezt a kötelező oltást, kötelező csipezést. Itt azért jobb lenne, hogyha nagyobb lenne az ellenőrzés és a szankció, mert én úgy látom, hogy nem veszik elég komolyan a tulajdonosok. Az esti mérleget látták, holnap újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!